Eddig csupán egyedi megállapodás alapján használhatták a diákok, július 12-től azonban bárki használhatja a vásárhelyi Pál úton létesült rekordtámpáját, természetesen a pályahasználati szabályok betartása mellett. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre az enyhítések következtében, járványügyi enyhítések következtében meg tudtuk nyitni a nagy közönség előtt is a pályát használatra. Gyakorlatilag azt kell tudni róla, hogy egyelőre nyári időszámításban gondolkodunk, reggel 7 órától 21 óráig fog nyitva tartani, bárki előtt látogathatóvá válni hétfő reggeltől a rekordtámpája. Mi a helyzet azokkal, akik szervezett formában szeretnének érkezni? És egy-egy órára mondjuk birtokba vennék ezt a pályát, nekik van-e lehetőségük? Természetesen gondoltunk rájuk is. Hétfő, szerda, pénteken, illetve a hétvégén, szombaton és vasárnap is kialakítottunk egy-egy idősávot napi vonatkozásban. Pontosan az ilyen amatőr csoportok szervezett labdarúgás, vagy kosárlabda, vagy bármilyen sport jellegű elfoglaltságának a helybiztosítására. Azon túl, hogy itt gyakorlatilag bárki használhatja ezt a pályát. Ennek annyi feltétele van, hogy egy 5000 forint per órás bruttó díja van, a bérleti díja van a pályának, amit a sportreferensünkön keresztül kell igényelni, illetve bérelni, vagy jelezni előre, és ezáltal mi tudjuk biztosítani azt, hogy ebben az idősávban az egyéb hobbi sportolók és az egyéb hobbi időtöltés mellett a szervezett csoportok is be tudnak jönni és sportolni tudnak. Jelentkezni tehát Süye Attila sportreferensnél lehet a 0620 777 8501-es telefonszámon. Érdemes egy héttel a bérlés előtt regisztrálni, a szerződés, kötés és a fizetés miatt, így garantáltan és kizárólagosan a szerződő használhatja majd a pályát.